Sziasztok, Ádám vagyok, tech2.hu nézitek, és az Alcatel One Touch Idol 2S okos telefon fogjuk kívülről bemutatni. Előtt nézzük meg, mit kapunk majd a dobozba. Amint látható, még nem a végleges csomagolásban érkezett hozzánk a telefon, de már azokat a tartozékokat kapjuk meg, ahelyek a forgalomba is kerülnek majd. Ez tulajdonképpen egy hagyományos USB-s hálózati töltőadapter, ami hogyha megnézem, egy amperrel fogja tölteni a készülékünket. Kapunk egy stereo headsetet, ez hallójáratba illeszthető, kis bontom, hogy közelebbről megnézzük. Ez így néz ki, ugyanezt kapjuk az Idol Alpha modellhez is. Van mikrofon rajta, illetve kis egy gombos távirányítót is kapunk vele illetve van egy mikro USB, USB adatkábelünk is, amely része lesz a csomagnak. Itt van maga az Idol 2 -es. ez ugye egy LTE sokos telefon, a kijelző 5 colos, ez ugye a képátlót jelenti. olyan, arról, hogyha megnézzük, egészen kellemes, vékony keretünk van itt a kategórián belül. Felül is egészen vékony a keret, ugye van elől kameránk, hangszórunk, fényérzékelünk, illetve van egy kis fehér visszajelző ledünk is. Alul pedig bár most nem világít, de három fehér fényjel világító gombunk van, amit így talán itt látszik most egy pillanatra, ez sötétben fog világítani majd. Oldalról megnézve kellemes, vékony kialakítású a készülékünk, alul a jobb oldalt van egy bekapcsológomb felettel helyezkedik el a hangerőszabályzó. A telefon tetején van egy jack csatlakozó, illetve egy mikrofon a bal oldalt helyezkednek el a különböző slotok. Van egy microsim kártyaslot, illetve egy sd kártyaslot, micro sd természetesen ez is. Ezt kinyitni nem a legegyszerűbb egy kézzel. itt kettővel sikerül. Amint látható, külön szerszám nélkül ki lehet nyitni, be tudjuk csúsztatni a SIM illetve a memóriakártyát, majd használhatjuk magát a készüléket. Bár ami talán egy picit zavaró, hogyha becsúsztatom a memóriakártyát, vagy inkább a SIM arra jobban jellemző, picit nehezen kivehető, eléggé mélyen ül majd a készülékházban a kártya. Alul, hogyha megnézzük, középen van egy mikro usb -nk. két oldal pedig egy hangszóró rács, ami hát azt sejteti, hogy ez stereo hangszórós, valójában csak az egyik rács mögött lesz ténylegesen hangszóró, a másik csak design elem, illetve a mikrofont takarja. A hátlapunk műanyag, ez éppen a Slate megnevezési szürkeszínű verzió, nem levehető, tehát Unibody házunk van, ez egyébként hajlítgatom, nem recseg, nem ropog, tehát egészen jól össze van rakva. Itt a hátlapon van egy flash, ami a kamerához tartozik, valamint itt van a 80 megapixeles kamera felette. Ennek a lencséje, amint látható, egy nagyon minimálisan kiemelkedik a készülékházból. Amit még megnézhetünk, itt látható, hogy a hátlap egyrészt keresztirányban rendelkezik egy minimális kis döntéssel, illetve a telefon alja is ferdén van kialakítva, ez elsősorban design elemként szolgál, mint funkcionalitásban lenne extrája. Ez volt tehát kívülről az Alcatel Idol 2S sokos telefon. Kövessetek minket továbbra is a te 2hu oldalon. Sziasztok!